Üdvözöllek benneteket! Most induló videósorozatunkban a racionális számok halmazáról tanulunk. Bevezető leckénkben megismerkedünk a racionális számok keletkezésével, csoportosításával, illetve tulajdonságaival. Amikor a racionális számok halmazáról tanulunk, fontos, mint ahogy a kép is, képeről is láthatjuk, hogy gondolkodjunk racionálisan. Bevezetőként kanyarodjunk egy picit vissza az egész számok halmazához. Végezzük el a következő osztást az egész számok halmazában. 8 osztva 4 -jel. Úgy gondolom, hogy ez nem okoz senkinek sem problémát. 8 a 4 pontosan megvan kétszer, és nincs maradék. Viszont a következő osztással már egy picit gondban leszünk, konkrétan, hogyha az egész számok halmazában kell elvégeznünk. 8 ugyanis nem osztható 3-ban, így egyértelmű, hogy Juliska segítséget kér Jancsitól, hogy hogyan osszál a 8 mal maradék nélkül az egész számok halmazában. Hiszen tudjuk, hogy 8 a 3 megvan kétszer, viszont marad még kettő maradék. Ilyenkor jön Jancsinak a bölcs válasza, gondolkodjunk racionálisan. Tegyük mi is ugyanezt. A mi esetünkben, tehát írjuk fel a 8 osztva 3-mal, tehát ezt az osztást, mint egy tört hiszen tanultuk, hogy a tört valójában egy osztás. Fölőre kerül az osztandó, alulra pedig az osztó. Ezek szerint, hogyha van két egész számunk, tehát A is és B is egész számok, a hányadosuk valójában egy racionális szám, hogyha tört formájában írjuk föl őket. Úgy is mondhatjuk, hogy minden olyan szám, amely fölírható tört formájában, racionális szám. Osztás esetén mindig figyeljünk az osztóra, nem ott tudunk osztani nullával, tehát amikor azt mondjuk, hogy A és B tetszőleges egész számok, egy picit azért egy kis feltételt is be kell tenni ebbe a mondatba, az osztó nem lehet nulla. Minden más esetben fölírható a két szám hányadosa, mint racionális szám. A töltről, csak annyi, hogy ismételjük át, a felső szám valójában a törtnek a számlálója, míg az alulról elhelyezkedő szám, ez lesz a törtnek a nevezője. A racionális számok halmazát, mint ahogy a címben is láthatjuk, nagy Q betűvel jelöljük. A folytatásban foglalkozunk egy picit a racionális szám előjelével. Kétféle előjelről tanultunk eddig, pozitív, illetve negatív. Lehet egy racionális szám úgy szintén pozitív, illetve negatív. Minden attól függ, hogy milyenek a hányodosok, milyenek a számok, amiket elosztunk. Emlékezzünk vissza, amikor az egész számok szorzását, osztását tanultuk, akkor megismerkedtünk az előjeleknek a szerepéről, és azt mondtuk, hogy azonos előjelű számok szorzása, konkrétan a mi esetünkben most az osztása fontos, a szorzat és a hányados mindig pozitív, ha azonos előjelű számokat szorzunk, illetve osztunk. Plusz szorozva plusz az pluszot ad, illetve mínusz szorozva mínuszszal úgy szintén pluszot ad. Ugyanez érvényes az osztásra is, ami számunkra most fontosabb. Különböző előjelű számok szorzása, osztása esetén ez a szorzat, illetve hányodos mindig negatív lesz. Tehát akár egy pozitív és egy negatív számot szorzunk, akár egy negatív, illetve pozitív számot szorzunk, a szorzat, de ugyanez érvényes a hányadosra is mindig negatív lesz. Az előjelek szabályát akár röviden is leírhatjuk egy picikis táblázat segítségével a táblázatba írjuk be az előjeleket. Plusz, mínusz, plusz, mínusz. Abban az esetben, hogyha két azonos előjel találkozik, tehát plusz és plusz, illetve mínusz és mínusz, a szorzat, illetve a hányados, de ugyanez érvényes most a racionális számra is, mindig pozitív lesz. Abban az esetben, ha különböző előjelű számokat osztunk, akár egy plusz-mínusszal, vagy egy mínusz-plusszal, ilyenkor a hányadosuk, vagyis konkrétan a racionális szám előjele mindig negatív lesz. Nézzük mindezt egy picit konkrétabban. Ha tehát két pozitív számot elosztunk racionális számként, előjelek egyformák, így akkor az egész racionális számnak az előjele plusz lesz, és külön írhatjuk csak az egyik számot, illetve a másik számot a törbe. Ugyanez lesz a helyzet, hogyha két negatív számot osztunk. Mínusz hozt van mínusszal, ilyenkor a racionális szám előjele plusz lesz, és akkor a tört számlálója nevezője már az előjel nélküli szám. Ezek a számok, mivel plusz az előjele, a pozitív racionális számok. Mivel a racionális számokat q jelöljük, a pozitív racionális számok jelölésére a Q pluszot használjuk. Hasonlóképpen léteznek negatív racionális számok is. Konkrétan, hogyha egy pozitív számot és egy negatív számot osztunk. Láthatjuk, hogy az előjelek különbözők, így akkor ennek a racionális számnak az előjele mínusz lesz. Ugyanígy történik akkor, hogyha egy negatív számot osztunk egy pozitív számmal, ebben az esetben is az ilyen racionális szám előjele negatív lesz. Ezek tehát a negatív racionális számok. És mind, hogy a pozitív racionális számokat Q plusszal jelöltük, a negatív racionális számok halmazának a jelölésére használjuk a Q mínuszt. Ebből azt is látjuk, hogy miből áll a racionális számok halmaza. Láttunk itt pozitív racionális számokat, illetve negatív racionális számokat. Fölírhatjuk tehát, hogy a racionális számok halmaza, vagyis a Q halmaz, egyenlő lesz, egyrészt a negatív racionális számok halmaza, másrészt pedig a pozitív racionális számok halmazának uniója. Tudjuk, hogy az unió összességet jelent. Akinek esetleg itt hiányérzete van, mert még szerepelhet talán a nulla is, picit kanyarodjunk vissza a nullához, és kérdezzük meg magunktól, hogy a nulla fölírható-e tört alakban. Abban az esetben, ha föl tudjuk írni a nullát tört alakban, akkor a nulla is ide tartozik a racionális számok halmazához. Nem lesz nehéz dolgunk, tehát egy olyan törtet keresünk, melynek az értéke nulla. Ha hát tanultuk, hogy ha nullát bármivel osztunk, akkor az érték, tehát a hányados nulla amikor azt mondjuk, hogy bármivel azért arra figyelnünk kell, tehát osztás esetében mindig figyeljük, hogy az osztó mindig nullától különböző szám legyen. Ezek szerint a válaszunk igen. A nulla fölírható tört alakban, így tehát a nulla is racionális szám. Éppen ezért az előző kis leírásunkat bővítsük ki. Tehát a racionális számok halmaza nem csak negatív, és pozitív racionális számokból áll, hanem ide tartozik, mint a nulla is, mint elem. Leckénk utolsó részében foglalkozzunk egy picit a racionális számok tulajdonságaival. Az első ilyen tulajdonság, amivel megismerkedünk, a racionális számok halmaza végtelen. Mit jelent az, hogy a racionális számok halmaza végtelen? Hát ha keressük a legnagyobb, illetve a legkisebb racionális számot, azt látjuk, hogy nem létezik se nem legnagyobb, se nem a legkisebb racionális szám. Hiszen ha egy racionális számra azt mondjuk, hogy legnagyobb, tőle mindig találunk még nagyobbat, úgy szintén a másik oldalon, ha egy racionális számra úgy gondoljuk, hogy ő a legkisebb, mindig találunk tőle kisebbet is. Ezért mondjuk tehát, hogy a racionális számok halmaza végtelen. Előző leckénkben megismerkedtünk az egész számok halmazával. Ime akkor egy furfangos kérdés. Szerintetek miből van több? Természetes számból, vagy racionális számból? Hát a diákok többsége azt válaszolja, hogy racionális számból, hiszen több törtet tudunk fölírni, mint egész számot. Viszont ez téves, hiszen mindkét halmaz számossága megegyezik, hiszen mindkét halmaz végtelen számú elemből áll. Az, hogy végtelen és végtelen, az tényleg egy relatív fogalom, de mind a két számnak, mind a két halmaznak tehát egyenlő számú eleme van végtelen az egyik is és a másik is. Ezek szerint úgy is mondhatnánk, hogy ugyanannyi természetes szám van, mint racionális szám, vagyis végtelen. A következő tulajdonság, mely a racionális számok halmazára vonatkozik, az, hogy rendezhető. Mit jelent ez a tulajdonság? Nagyon egyszerű lesz, bármely két racionális számot összehasonlíthatunk. Ha tehát adott egy racionális szám, amit most képletesen törtként írtam föl, a per b, majd egy másik racionális szám, C per D, bármikor össze tudom őket hasonlítani, és el tudom dönteni, hogy az első tört kisebb, nagyobb, vagy egyenlője, mint a második tört. Ha már két vagy több törtet össze tudok hasonlítani, ezek szerint sorba is tudjuk őket rakni, akár csökkenő vagy növekvő nagyság szerint. Harmadik tulajdonságunk, hogy a racionális számok halmaza zárt a négy alapműveletre. Konkrétan ez mit jelent? az, hogyha van két törtünk, tehát két racionális számunk, és ezeket a racionális számokat összeadjuk, vagy kivonjuk, vagy szorozzuk, vagy elosztjuk egymással, a kapott eredmény úgy szintén egy racionális szám. Tehát két szám, két racionális szám összege is, különbsége is, szorzata is, hányodosa is, mindig racionális szám lesz. Ezt a tulajdonságot egy picit a hányodos esetében módosítsunk, illetve figyeljünk oda egy feltételre, Tudjuk, hogy a hányados csak is akkor elvégezhető, hogyha nullától különböző osztó szerepel. Ezek szerint két racionális szám osztása akkor marad racionális szám, hogyha az osztó nem nulla. Márpedig tanultuk, hogy a nulla is racionális szám. Tehát abban az esetben, hogyha egy racionális számot osztunk egy nullától különböző racionális számmal, a hányadosok biztos, hogy racionális szám lesz. Utolsó tulajdonságunk, melyet a racionális számok halmazára alkalmazunk, az, hogy sűrű. Vagyis ez a halmaz egy sűrűn rendezett halmaz. Egy kis magyarázatra szolgál ez a tulajdonság. Mit jelent ez, hogy sűrűn rendezett halmaz? Konkrétan bármely két racionális szám közé mindig felírhatunk akár egy, akár több racionális számot. Vegyünk erre egy példát, hogy jobban érthető legyen ez a tulajdonság. Kérdésem a következő. Van-e racionális szám a 3 8 és a 7 8 között? Hát úgy gondolom, hogy erre mindenki tudja a választ. A 3 8 hogyha folytatjuk a sort, következő ilyen eleme a 4 8 -ad. A következő ilyen racionális szám lenne az 5 8 a 6 8 -ad. Ezek szerint a 3 8 és a 7 8 közé, így most láthattuk, hogy akár három új racionális számot is be tudtunk illeszteni. Egy hasonló kérdés, van egy racionális száma 7 11 és a 8 11 között? Hát erre már egy picit nehezebb a válasz, és egy picit kis módosítást alkalmazunk ezeknél a racionális számoknál. Konkrétan ilyen formában nehéz lenne válaszolni. Éppen ezért a 7 11 et bővítsük, tudjuk, hogy bővíteni azt jelenti, hogy számlálót is, nevezőt is megszorozni ugyanazzal a számmal. Tehát bővítsük mondjuk rá 10-zel. Így akkor 7x10 az 70, 11 10 pedig 110. A másik törtet bővítsük ugyanúgy 10 szer A 8 11 ből így lesz 80 per 110. Tehát a 7 11 ed ugyanannyi, mint a 70 110 -et. A 8 11 ed ugyanannyi, mint a 80 110 -et. Itt tehát a kérdésünk most így módosul. Van-e racionális szám a 70 110 és a 80 110 között? Így már egyértelmű a válaszunk, hogy igen, például az egyik ilyen racionális száma 71 110, majd a 72 110, és folytathatnánk a sort. Ezek szerint bármely két racionális szám közé mindig be tudunk illeszteni egy újabb racionális számot. Bevezető leckénknek ezzel végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!